Rengeteg téma van a fejemben, alig tudom kiválasztani, hogy mi legyen ezen a héten az aktuális. Jó lenne beszélni a legfontosabbról, meg a másodikról, meg a harmadik legfontosabbról, és ott van egy másik téma, ami igazán fontos, és nagyon sokan azt mondják, hogy ez nem is fontos, nem lényeg, nem ez viszi az életet előrébb, pedig de, és erről fogok beszélni. Mindenkit megkérek, akinek egy kicsit érzékenyebb a lelke erre a témára, amely egy téma az S betűvel kezdődik, az X-el végződik, és közte van egy E betű. Erről lesz szó, kapcsolja ki mindenki, aki ezt nem akarja hallani, aki úgy gondolja, hogy ez alpári lesz. Felhívja a figyelmét annak is, aki diszlájkolni akarja a videót, hogy ne nézze végig, és nem kell diszlájkolnia. Ha már itt maradtál, akkor körözünk egy kicsit a téma körül, mert nem kell a közepébe belevágni, egyébként ez nagyon fontos a szex szempontjából, hogy sosem a közepébe vágunk, hanem mindig valahogy föl kell építeni ezt a folyamatot. Miért fontos maga a szex az életünkben? Miért van az, hogy akinek nem megy, azért kergeti, akinek megy, azért kergeti, igazából rövid időkre van teljes harmónia, persze van egy csomó szerencsés ember, akinek az életét végigkíséri azt, hogy minden rendben van, de ha meghallgatjuk a párját, akkor lehet, hogy kiderül, hogy még sincs rendben. Volt ilyen akkor, amikor például szexológiai rendelőnk volt, akkor volt egy páros, ahol a férfi azt mondta, hogy boldog házasságuk van, 10 éve minden rendben van. A nő is ezt mondta, majd amikor különbeszélgettünk velük, akkor a nő elmondta, hogy 9 éve színleli az orgazmust. Ez jellemző a szexualitásra, hogy valahogy kialakítja a gondolatainkat, kialakítja a viselkedésünket egy olyan formájúvá, amit soha többet nem akarunk bevallani, hogy ez ilyen volt valamikor. Tehát elindul az életed, nevezzük úgy, hogy egyenesen és tisztán, és nagyon sok minden befolyásol téged abban, hogy a személyiséged hogy fog alakulni. És a szexualitás az rettentően befolyásol. És ez nem azt jelenti, hogy üldözni kell, és nem jó, hogy van, hanem meg kell tanulni. Meg kell tanulni vele élni, sőt, szükséged van, hogy vele éljél, tehát mindenképpen meg kell tanulni vele élni, használni kell tudni, és ugyanúgy, ahogy egy háziasszony használja a porszívót, meg a mosogatószivacsot, ugyanígy kell tudni használni magát a szexualitást. A szex egy különleges lehetőség az ember számára. Nem lehet azt mondani, hogy a szex a szerelemnek a mocska, hanem van a szerelem, ami a lélekről szól, van az erotika, ami a tudatnak szól, és van a szex, ami a testnek szól. És a szex, az erotika és a szerelem, ha együtt van egy komplex rendszerben, akkor lesz igazán gyönyörű mondjuk egy együttlét, vagy maga az élet. Mert attól, hogy a szex jelen van az ember életében, ez nem jelenti azt, hogy folyamatosan csinálunk valamit, hanem jelen van a szexualitás, jelen van a nemiséged, kifejeződik a nemiséged a viselkedésedben, a beszédedben, abban, ahogy segítesz másoknak, mert elvárják a nők a férfitől, hogy nyissák ki az ajtót, elvárják a férfiak a nőktől, hogy akármit csináljanak, és ez jellemző a férfira, jellemző a nőre. Manapság persze ez nagyon összekeveredik, és van férfi, van nő, és az a férfi nem igazán férfi, inkább nő, az a nő nem igazán nő, inkább férfi. Ők meg együtt tök jól el vannak, mert az egyik erre torzult, a másik arra torzult, és megtalálják egymást, és boldogan elélnek. Tehát így sem lehet nézni, hogy nem egészséges a szexualitás annak, aki például másképp gondolja, vagy másképp érez, vagy másképp vonzódik, hanem az is egy normális, az az övé, és ennek is megvan a párja, elegen vagyunk a Földön ahhoz, hogy mindenki megtalálja a párját, akár a szerelemben, akár a szexualitásban, akár az erotikában, vagy a munkában, vagy a hobbiban, vagy a sportban, vagy a barátságban, vagy bármiben, tehát ez ugyanoda lehet rangsorolni, mint a többi dolgot, csak ez sokkal fontosabb, ugyanis
Ha a szexualitás nem működik, az azt jelenti, hogy nem működik semmi. És nem azért, mert a szex elrontja az életet. Azért, mert a szex az első indikátora annak, hogy az életed nem jó. Ha a szex nem jó, az életed nem jó. Tehát még egyszer ismétlem, hogy nem attól rossz az életed, mert rossz a szex, hanem attól rossz a szex, mert rossz az életed. Az, aki üldözi, az, aki elzárkózik tőle, az elzárkózik valami más fontos dologtól az életben, és kifejezésképpen felmutatja vörös táblával, hogy itt van, tilos, ezt nem szabad, ezt nem csinálom, mert ezért, meg ezért, meg ezért, meg ezért, kinek mit mondott, és melyik pap, vagy melyik tanár, vagy melyik szülő. Ezeket mind el kell törni, ezeket el kell felejtenie, ezek nem egészséges dolgok. A szexualitás pont olyan, mint a levegővétel. És ha nem veszed jól a levegőt, akkor beteg leszel. És a levegővételt is már meg lehet tanulni, nem már meg lehet tanulni, világ a világ meg lehetett tanulni a levegővételt, tehát 5000 évre visszamenőleg vannak tanítások arra, hogy hogyan lélegezzél. Hát ugyanígy van tanítás arra, hogy hogyan kell szexuális életet élni. Nem szabályrendszer szerint, és nem úgy, hogy mit szabad és mit nem szabad, hanem az, hogy mi az jelentése a szexnek. Az miért van jelen a világban, és miért kell vele foglalkozni, hogyan lehet boldogabb az életünk, hogyha ezt egészségesen, tehát egészségesen, ez a szó azt jelenti most ebben az értelemben, hogy mindenféle tabu nélkül, mindenféle ellenszerv nélkül, ellenérzés nélkül tudjunk ezzel élni, és ezzel gondolkodni. A tabu nélkül nem azt jelenti, hogy innentől kezdve számukra, meg mások számára is nagyon furcsa dolgokat fogunk csinálni, hanem a tabu nélkül az azt jelenti, hogy nem ítélek el semmit, hanem ha nem is tudom megérteni, vagy nem is tudok élni vele, annak megvan a helye, bár én soha nem csinálnám, de nem üldözöm, ezt jelenti a tabuk nélkül. És ez fontos, hogy a fejekben így legyen, csak így tudod nevelni a gyerekedet is egy egészséges életre, ha a szexualitásban van egy közvetlenség, ha tudtok erről beszélni. Olyan kevés ember tud beszélni a szexualitásról feszélyezettség nélkül, mert most eszembe jutott hirtelen valami, hogy megkérdezték, hogy a szexológusnak van szexuális problémája? Igen, van, persze, hogy ne lenne. Attól, hogy szexológus van. Tehát az emberek azért félnek ettől, mert mindenkinek van baja. Olyan emberrel nem találkoztam, akinek nincs baja a szexualitással. Így vagy úgy, persze most néhányan hátraugranak a fotelbe, hogy mit mondod nekem, de aztán semmi bajom a szexualitással. Na, ha hátraugrottál a fotelbe, akkor ismert föl magad, hogy mindenki, aki hátraugrik a fotelbe, annak baja van a szexualitással. Amit ki szeretnék hozni ebből a témából, az egyelőre az, hogy másképp gondoljunk erre az egészre, és sokkal nagyobb béke lesz a társadalomban, hogy ha maga a szexualitással nincs gond. Persze ott vannak a vallások, és ott van még egy csomó más érdek, ami miatt az emberek háborúznak, vagy viszályok vannak, de a szexualitás valahogy beférkőzik a családokba, a párkapcsolatba, a baráti együttlétekbe, mindenhol ott van úgy, hogy nem tudjuk hova rakni, nem tudjuk helyesen kezelni, mert mindenkinek van egy sérülés ezzel kapcsolatosan, és ehhez már ideje korán el kéne kezdeni fejlődni, intelligensebbé válni, jobban megérteni a világot. Bővebben a Premium Vlogban fogok beszélni magáról a szexualitásról, hogy mi a jelentése, hogyan tudod megérteni, hogy hol van helye az életünkben, a hétköznapokban magának a szexualitásnak, hogyan fejleszti a szexualitás. Akár az üzletedet, akár a párkapcsolatodat, az életedet, a személyiségedet hogyan fejleszt. És mindezt most nagyon erős felkiáltó jelekkel körbe rakom, hogy ebből most a jó értelmét vegye ki mindenki, és ne puffogjon senki otthon, vagy kapcsolja ki a videót, hogy úristen, miért kell a szexualitást bevinni ide vagy oda. A szexualitás ott van, én nem viszem be sehova. A szexualitást meg kell érteni, hogy az az életnek egy nélkülözhetetlen része. Az EOSZ Institútban a legjobb időszakunk az volt, amikor a szexológiai rendelő
nyitva volt. 2002-ben dr. Tóth Emesével nyitottuk együtt meg, az EOS Institute-tal együtt az Orgazmus Service nevezetű szexológiai rendelőt. Ez egy ilyen fantázianév volt, nagyon jól működött akkor. Rettentő sok ember jelentkezett, egyszerűen nem volt semmilyen szabadidőnk 3 éven keresztül. Emese hatalmas munkát rakott le a társadalom számára. Ma már az internetről kikopott a munkája, egyébként 2 vagy 3 év alatt 10 000 levelet válaszolt meg ingyenes segítségnyújtásként az interneten. Nagyon sokáig ezek még fönn voltak, most már azért eltelt annyi év, hogy ezek már nincsenek ott. Viszont dr. Tóth Emese ma is foglalkozik ezzel, hozzájárnak páciensek és fogad még pácienseket, akinek érdekes, akkor a videó alatt ott van a link, meg tudja nézni és felveheti vele a kapcsolatot. Van könyve is, az Orgazmus Service könyv, itt van, meg lehet venni nálunk is, vagy akár tehát az EOS Institute weboldalán is, vagy Emesénél is meg lehet venni. Forduljatok hozzá bizalommal, a lehető legnehezebb problémákat is meg tudja oldani. Nagyon jó dolog volt dolgozni a klinikán annak idején. Én nagyon sajnálom, hogy ma erre már nincsen lehetőségem és időm. Életem legjobb szakasza volt, és a legtöbbet akkor tanultunk az emberről, amikor a szexualitáson keresztül közelítettük meg a problémákat. Hamarosan itt van a Valentin nap, ennek alkalmával a videótáron kedvezményeket adunk, bármit vásárolsz, 14%-kal olcsóbban teheted meg, tehát látogass meg minket a videótáron, válasz ki azt, ami neked a legjobban tetszik, vagy fizess elő az összesre, vagy majdnem az összesre. Vannak sorozatok, mindenféle vannak, nézd meg, hogy mi van ott. Ha bármi kérdésed van, akkor keres minket. Találkozunk a következő videóban, találkozunk akár a videótáron, a Premium Vlogban, ahol folytatjuk ezt a témát.